Az Active Group által júniusban végzett felmérés eredményei szerint a július 21-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokon az ellenzéki blokk, Oleg Ljaskó radikális pártja, az ukrán stratégia és az erő és becsület pártok is elérhetik a parlamentbe jutási küszöböt, írja az Unián hírügynökség. A felmérésben a megkérdezettek 54,4%-a erősítette meg, hogy kész részt venne a júliusi választásokon. Továbbá 30,6%-uk valószínűbbnek tartotta, hogy elmegy szavazni, mint hogy nem. Arra a kérdésre, hogy amennyiben a hétvégén tartanák a választásokat, kire adná a szavazatát, a megkérdezettek 34,4%-a a Népszolgálja pártot jelölte meg. A további sorrend ellenzéki platform az életért 7,7%, haza 7,2%, európai szolidaritás 6,8%, hang 5,4%, ellenzéki blokk 4,3%, Oleg Ljaskó radikális pártja 3,9%, erő és becsület 3,2%-os eséllyel indul. A többi párt támogatottsága nem éri el a 3%-ot. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a kijevi 6. fellebbviteli közigazgatási bíróság határozatát, amely megsemmisítette a központi választási bizottság döntését, mellyel az elutasította az új erők mozgalom pártlistájának bejegyzését az előrehozott parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette az Unián hírügynökség. A legfelsőbb bíróság határozata kötelezte a bizottságot Szakásvili pártjának, az új erők mozgalmának a bejegyzésére az előrehozott választásokon. A központi választási bizottság eleget is tett a kötelezettségnek, és június 30-án 22-es számmal be is jegyezte Szakásvili pártját a parlamenti választásokon induló pártok listájára.